Volt Básztályi promenád, aztán Bástya sétány, egészen egy évig Horthy Miklós sétány, ma ez a Tóth Árpád sétány, de sokkal érdekesebb, hogy éppen most virágzanak a japán cseresznyefák, emiatt aztán ugyan újra a várba járunk, de háttérbe kerültek a korábban már felvett Lánchidas és Pécsi, ez Pécs belvárosa, a Trikomon videók. Tehát most a Tóth Árpád sétányon fogunk sétálni. A sétány története a 18. század elejére nyúlik vissza, addig csak egy keskeny, hadi célokat szolgáló sikátor húzódott itt a várfal tövében. 1720-ban egyébként elsőként a városban kettős fasort telepítettek ide, utána utat alakítottak ki, ez volt a Langenwand, azaz hosszú fal, majd megszűnése után jött a későbbi Bástya sétány. A sétánynak két bástyája van, az egyik a Velibey bástya, a másik a Savanyúleves bástya. Előbbi 1570 körül épült, és ahogy a neve is mutatja, az akkori török előjáró megbízásából. A másik, ez a Savanyúleves elnevezés kicsit költői, de nem egy levesről van itt szó, hanem valószínűleg volt valami savanyú ízű termálforrás a környéken. A Velibey bástyán pedig mögöttem ez az 1935-ből származó lovas férfi akt, katona akt látható. A trombitás szobora a 2-es számú erdélyi huszárezred tiszteletére készült. A másik bástya török neve Eksi Kulesi, azaz Savanyú Lé, ezután lett Savanyúleves bástya. A várfal része volt egészen a 19. század elejéig, csak később kötötték össze a sétánnyal. Az itteni kioszk eredetiét a századfordulón húzták fel. A 19. században Táncsics Mihály, majd Podbanicki Frigyes is felvetették a várfalak lebontásának gondolatát, de ez szerencsére nem valósult meg. Mai formájában 1967-ben Kecskésné Szabó Ildikó tervei szerint épült át az utcabútorokkal, akkori aktuális utcabútorokkal együtt. Most főszereplő japán cseresznyefák egyébként 2005 és 2011 között kerültek ide, Tihanyiné Tóth Mária parkosítási tervei alapján. Egyébként a fasorban két fasor van, kívül a japán cseresznyék, belül pedig egy gesztenyesor. Azon túl, hogy sokan azt hitték, hogy Gazdag Gyula Bástya sétány 74 című filmje után maga a primadonna, az egyik szereplő, Honti Hanna is itt lakott, a sétánynak valójában két híres lakója volt. A vallásos festészet női alakja Feszti Masa a 6-os számú épületben lakott, ő Feszti Árpád a festő és Jókai Róza, Jókai Mór fogadott lánya gyermeke volt. Már édesanyja származása körül sok volt a botrány, valójában Jókainé laborfalvi Róza és egy színész, Lendvai Márton törvénytelen lánya volt, akit aztán Jókaiék neveltek fel. Aztán újabb botrány, Feszti Árpáddal szerettek egymásba, aki akkoriban Jászai Mari színésznő élettársa volt. Feszti Masa vallásos festő lett, főleg miután nagy szerelme egy firenzei ifjú szerzetesi pályára lépett, és még öregkorában, az 50-es, 60-as években is szinte éhbérért vagy ingyen festett szent és oltárképeket templomok számára. A Tóth Árpád sétány 12-ben élte utolsó évtizedét Borsos Miklós, a szobrász és grafikus művész. Ahogy látható, ennek a háznak itt a sétány felé nincs bejárata, ez valójában az Úri utca 6, ahol egy kis emlékmúzeum működik. A sétányon sétálóknak talán fel se tűnnek azok a modernista fokhíbeépítések, amik lakóházak és körülbelül 60-65 éve épültek, puritán módon általában, illetve időnként festett téglafalakkal, rácsra helyezett spalettákkal, tehát a legegyszerűbb, lehető legegyszerűbb és mégis komfortos módon. Ez a Tóth Árpád sétány 24, az építész Farkasdi Zoltán fiatalon az úgynevezett dániások csoportjába tartozott. A II. Világháború vége felé a német hadvezetés mérnök hallgatókból majdnem egy teljes évfolyamot vitt ki Németországba. A háború végén aztán a társaság egy része, az északi vonaton utazók végül Dániában kötöttek ki, az építészek nagy többsége is. Dániában aztán ez először hadifoglyok, később dolgozni is kezdtek. A szerencsésebbek építőirodákban kaptak munkát. Farkasdi Zoltán például Jörn utcon mellett, akit később a Sydney Operaház tett világhíressé. A lényeg, a dániás magyarok itthon is végig meghatározóak maradtak, például amikor 1957 és 59 között a Várnegyedben a tömbrehabilitációkban vettek részt. Ilyen a háborúban teljesen elpusztult szintén kettős ház, tehát az Úri utca 12 és a Sétány 24-es számú háza, amit Farkasdi Zoltán tervezett. A házból csak a földszinti rész maradt meg az eredetiből, amit Farkasdi megőrzött, és a korábbi régészeti feltárásokkal kapcsolatban előkerült gótikus ülőfülkék és kapuaj, ez az Úri utcai oldalon van, szintén az épület része lett. A tervező tovább vitte a vár falain belül a különböző korokból megmaradt építésrétegeket, ahogy a barokkor vitte tovább a korábbi korok maradványait. Így járt el itt Farkasdi is 65 éve. A ház a háború utáni helyreállítás egyik első példája volt. Az 1686-os ostrom után a barokk újjáépítés felhasználta, ami a gótikus házakból megmaradt, helyenként elfalazva. A 30-as években ide, a sarokra egy neobarokk lakóház került, ami a háborúban romba dőlt. Az újjáépítés az Úri utca felől indult meg, a romok eltakarítása után került elő a gótikus ülőfülkés kapuaj. Itt ugyanannak a háznak a túloldalán állunk, az Úri utcában, ezt az épületszárnyat Jánosi György tervezte, és a két építész, amikor formálódott a két különböző utca tulajdonképpen különböző beépítése, akkor egy közös utcaképpel is készültek, megtervezték azt, hogy hogy illeszkedjenek főleg a tetőmagasságok a két utcasorban, tehát az Úri utcában és a Tóth Árpád sétányon. Tóth Árpád sétány 27. Itt is két ház épült egyszerre, egyik az Úri utca felé néz, a másik a sétányra. Jánosi György, az építész is dániás volt, aki itt kétszintes lakásokat tervezett. Ez akkor szinte extravaganciának számított, a hatóságok ellenezték is, de így illeszkedtek a szomszédos, nagy belmagasságú klasszicista épületemeleteihez. Az építész ezt a problémát oldotta fel a két szint egybeolvasztásával. Az egyszerűség miatt ez az egyik kedvencem, látszik, hogy a homlokzat sem kifejezetten neobarokk, festett téglafal valójában, ami látszik, és különösen az egyszerűsége tetszik ez, ami egyszerre mozgalmas, és mégis a lehető legkisebb költséggel készült el, ezelőtt 65 éve, mert azért az anyagok avulása már ezen az épületen is látszik. Így aztán már majdnem mindegy a története, hogy hogyan lett itt először Buda visszafoglalása után a romok helyén helyőrségi kaszárnya, aztán a 48-as forradalom előtt alig néhány hónappal a Ferdinánd laktanya, ami később Nádor laktanyaként nőtte ki magát. A múzeum 1929-ben került a Nádor laktanya egy részébe, múzeumivá épült át a fő homlokzat, a legénységi hálótermekből lettek a kiállítóterek, és végül csak 1937. május 29-én Horthy Miklós kormányzó jelenlétében nyitották meg. Nemrégen a múzeumból minisztérium lett, de szerencsére a falában a 48-as golyónyomok és ezek a híres ágyuk még megmaradtak a Tóth Árpád sétányon.